Ez a sűrített menetrend, ez elég nehéz, de hát a Vác ellen a végén éles szituációban több technikai hibát vétettünk, emiatt sajnos sikerült elvenniük innen a 2 pontot. Pont ezt akartam mondani, és úgy is éreztem, hogy egy kicsit ezekkel a hibákkal elvettük az esélyt magunktól. Mostán egy hasonló mérkőzésre, mondtam, a Moson-Magyaróvár, na itt nem szabad ezt az esélyt elvenni. Igen, most itthon kell tartani a 2 pontot. Hát a Moson-Magyaróvár nagyon jól kezdte a bajnokságot, több rangadót behúzott 1-1 góllal, de hát én úgy gondolom, hogy nagyon kiélezett mérkőzés lesz, és mi mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében. Több felkészülési mérkőzést is játszottunk, ott is, meg itthon is. Hát én úgy gondolom, hogy mindegyik küzdős mérkőzés volt, harcos, jó verekedős, ilyen meccsre számítok most is, de én úgy gondolom, hogy jól jöhetünk ki még belőle. Sűrített menetrend, már érintettük az előbb, mennyire befolyásolhatja ez a bajnokságot, hogy érzed, hogy ilyen sűrűn kell a csapatoknak pályára lépni, akár megváltoztathatja valamennyire az erős sorrendeket is? Igen, én biztos vagyok benne, hogy főleg azok a csapatok, akiknek nincs olyan sok bevethető játékosa, azoknak nehezebb dolguk van, de úgy gondolom, hogy nekünk ezzel nincsen probléma, és mi a győzelemre megyünk.